Az elődöntőben a későbbi győztestől kikapva bronzérmes lett a nyári világbajnokságon Gárdos Gábor tanítványa Márton Anna Kardozó, aki kétszeres világ- és olimpiai bajnokot is legyőzött a moszkvai viadalon. Így tehát itt már arca a Rio felé, ahol női kartban verseny is lesz. Mai első vendégünk a Vívónő. Szia, jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Anna, ugye a korosztályos EB és VB aranyak után erre a felnőtt világbajnokságra te milyen tervekkel érkeztél? Hát uh, igazából ezt nem annyira egyszerű megmondani, mert uh, hogyha nyolcba kerültem... Azt tovább írtad volna előre, hogy nyolcba kerülsz? Szerintem igen. <laughs> igen, de aztán meg, hogyha meg olyan közel vagy az éremhez, akkor meg olyan nagy csalódás, ha kikapsz. Hát amikor már oda jutottál. <laughs> igen. De mondjuk az elején azt mondtad, hogy, hogy ha ha nyolcba kerülsz, akkor, akkor ez egy eredményes felnőtt világban lesz amikor. Annak nagyon örültem volna. Úgy, úgy mentem el, hogy a minimum az a 16, tehát akkor nagyon csodáltam volna, hogyha az sincs meg, de az igazi cél azért 8 nyolc volt. Na hát ezt sikerült túlteljesíteni rendesen. Az esélyeket, meg az ellenfeleket illetően hogyan kalkuláltatok előtte? Kik lesznek veszélyesek, kit szeretnél elkerülni? Hát nem szerettem volna abba a csapdába esni, hogy valakit nagyon tartok, vagy valakivel nagyon szeretnék vívni, és hogyha nem úgy sikerül, akkor meg elkezdek izgulni emiatt. Úgyhogy igazából úgy mentem oda, hogy jöhet bárki, meglátjuk, jó lesz. Azt tudtam, hogy nagy valószínűséggel az Agunisszal fogok vívni a, a négybejutásért, erre azért már kicsit készültem is, tudtam, hogy miket kellene kell csinálni, néztem egy-két videót, idén már vívtam vele egyszer, de... De nem tartottam tőle annak ellenére, hogy egy a... nagyon rutinos és jó vívó. Na igen, mert mondtad, hogy jöhet bárki, aztán, hogyha az agonista gondunk, akkor nem akárki jött. Egy ilyen nagy név. Mi az, amit gyengeségnek éreztetek nála? Tehát mi volt a taktika, amivel sikerült őt legyőzni? Hát igazából szerintem felkészült voltam ellene, tehát nagyon rutinos, meg jó versenyző, de, de úgy nem nagyon tudott váltani. Így felhasználtam azokat, a, azokat az akciókat, amik, amik, így bejöttek múltkor, amikor 15 14 re kaptam ki tőle idén pár versennyel korábban, és, és nem, nagyon, nem nagyon reagálni rá, nem tud váltani, és, és sikerült megfognom igazából. Végig uraltam az asszót, és aztán végül viszonylag sima asszó is lett 15-9. hát szerintem ő viszont egy kicsit tartott tőlem az elején. Lehet, hogy ez is számított. <laughs> Biztos azért ez sokat az számít, hogy, hogy amikor ott felmegy a páston, mit érzel. Rád általában is jellemző? Az már korábban is jellemző volt, hogy nem tartoz senkitől? <laughs> hát ez túlzás, senkitől, de, de azt hiszem, hogy viszonylag jó versenyző típus vagyok, úgyhogy nem mindig szoktam túl izgulni. Van egy-két móson persze, akiket majd idő után legyőzök mindig, és hogyha egyszer legyőzöm őket, akkor már általában könnyebb felállni legközelebb ellenük, Üm, úgyhogy szerintem ebből a szempontból én szerencsés vagyok. Hogyha az agonisz esetét vesszük ezek szerint, akkor alaposan tanulmányozta, tanulmányoztátok azt a korábbi mérkőzést, hogy hol lehetne őt megfogni. Mit gondolsz, melyik a fontosabb az igazán komoly meccseken, az ilyen erős ellenfelekkel szembe? Az, hogy tanulmányozzad és tudjad azt, hogy mik az ő gyengeségei, és rákészüljél föl, vagy pedig az, hogy minél tökéletesebben a saját vívásodat, a saját stílusodat tudjad játszani, végigvinni? A kettő Vagy a együtt. kettő között lehessen folyamatosan váltogatni. Igen, azt hiszem, hogy a kettő együtt az, az, a legjobb, hogyha mind a kettő megvan, és, és az is nagyon fontos, hogyha már ilyen rutinos, okos versenyzővel visz, hogy akkor tudjál váltani egy asszó közben, le tud reagálni, hogy esetleg ő, rájön valamire, mást kezd csinálni, akkor te ne ragadjál be, és ne kapj zsinórba sok túst, hanem rögtön tudjál váltani. Ez egy nagyon fontos része a vívásnak, és azt hiszem, hogy ez is sikerül, mert az elején egy kicsit megpróbált azért más csinálni, mint múltkor, mert, mert ott sokáig vezettem, e, szerintem ő is azért ismer már valamennyire, e, és akkor azt én viszonylag jól lereagáltam, akkor próbáltam ez alkalmazkodni, e, és sikerült. Na most az, hogy ez a bronzírem ez nem lett még fényesebb, tehát hogy az elődöntő után, hogy a későbbi győztes legyőzött téged, őt nevezhetjük mumusnak? Hogyha vannak e, az, az én mumusaid? Hát még sose győztem le, de, de azt hiszem, hogy ő nem. Úgy szeretek vele vívni meg, szorosakat szoktam vele vívni, edzőtáboroztunk párszor együtt, és akkor azért legyőztem párszor, meg már 14-re is kaptam ki egyszer tőle, úgyhogy ő nem az igazi músom szerintem, élvezem vele nagyon a vívást, mert jót lehet taktikázni, gondolkodni, szép vívása van, ilyen nagyon dinamikus, Hát igazából szerintem már nagyon meg voltam elégedve ezzel a harmadik helyel, úgyhogy nem volt bennem az a nagyon Fejben nagy. Fejben ki? Igen, azt hiszem, meg nyilván a egész napos verseny. Hát úgy tehát, voltál hogy a végül is révbe értél, és már föl. Igen, fölül úgyhogy fizikai, mentális fáradtság is volt, úgyhogy. Hát, és neki meg az volt ugye a célja már reggel is, hogy megnyeri ezt, a, megnyeri ezt a versenyt, úgyhogy ő ő lehet, hogy azért kicsit jobban állt oda így fejben az asszó elején, uh -huh. de, de remélem, hogy majd a következő versenyeken már, amikor négybe leszek, akkor én is úgy fogok adálni, hogy akkor még fényesebb legyen a cél. Egy ilyen világbajnokság után ezeket a mérkőzéseket, akár vesztett, akár győztes mérkőzés a felkészülésben, amikor vége a pihenőnek, akkor vagy akár ott rögtön utána, akkor ezt átismétled, vagy megnézed még sokszor, szóval mi a módszered? Uh, Hát igen, általában így végig szoktam gondolni pár nappal igazából a verseny után ott egy picit akkor ott kikapcsolok, és, és aztán persze a videókat újra megnézem, megnézem, mi volt a baj, és akkor megpróbálom ezeket kiavítani a legközelebbi versenyeken, hogy minél kevésbé forduljon elő, vagy úgy egyáltalán ezek ezek is fontos részei a versenyzésnek szerintem, hogy tanuljunk a hibáinkból. Uh -huh. Na most neked még az edződön kívül ott van a nagy legendás mester, aki 80 fölött is foglalkozik veled, Pézsa Tibor, olimpiai bajnok. A világbajnokságon ott volt, vagy ugye ő már régóta úgy van, hogy ilyenkor sok telefonon uh -huh. instruálja a tanítványokat? Nem, ő interneten szokta ilyenkor végigkövetni a versenyeket, természetesen előtte ellát sok jó tanácsa, utazás előtt. Úgyhogy, úgyhogy, személyesen ő nem volt ott, de, de nem is szokott ahhoz, hogy hozzászokva hogy szokott lenni, hogy a Gárdos Gábor szokott versenyen velem lenni, de nem mindig emlékszek azokra a dolgokra, amit indulás előtt elmondott nekem, úgyhogy, úgyhogy olyan, mintha ő is ott lenne velem. É, akkor jól bírod ezt a katonás férfias stílust, <laughs> amit é, például évekszem. is képvisel igyekszem mindig megfelelni neki, Na, akkor örülök, hogyha úgy nyerek egy azot, hogyha tudom, hogy ők is elégedettek, mert nyilván akkor vagyok én is magammal teljesen elégedett, hogyha tényleg nem csak egy ilyen szenvedős győzelem volt, hanem mint például az Agonis ellen egy tényleg így élveztem, nem volt szoros, tudatos volt, azokat a győzelmeket élvezem nyilván én is jobban. Na most te a felkészülésedben, a, a, a tanulásodban te tudatosan használod meg, átérzed azt, hogy van ilyen, hogy magyar kard és magyar vívó tradíció. Sokan azt szokták mondani, hogy ugyan már most már egy modern világban élünk, eltűntek ezek az iskolák és a különbségek, mások meg esküsznek változatlanul a tradíció fontosságára. Te hogy állsz ezzel? Csak úgy mert például a Tibor mániákusan ápolja és őrzi a tradíciót. Hát, mivel hogy én tulajdonképpen ebben nevelkedtem, de tíz éve nekem ezt oktatják. Amikor elkezdtem vívni, én, én természetesen hiszek ebbe, is, és nagyon büszke vagyok rá, hogy nekem ezt és nagyon örülök neki. Most mindenkinek a szíve joga, hogy mit gondol erről, de szerintem ezek azért itt nagyon jó pozitív visszajelzések, amikor, amikor Tibor bácsánk bármelyik tanítvány az Egyesületből sikeres lesz, mert szerintem ez azért ez azt, is, azt is bizonyítja, hogy hogy igenis, hát van egy jogosultság a gondolkodásnak. Igen. Úgy Na most, e, így most hogyan állunk a Rioik kvótáddal? Szóval mennyit ér, mennyit érhet majd a, a kvalifikációs sorozatban ez az érem, e, vagy a világranglista ez és a kettő együtt, hogy néz ez ki, mert a kvóta az általában elég bonyolult szokott uh. lenni egy csomó sportágban. Hát igen, nálunk se. Egyszerű. Túl egyszerű, főleg, hogy így össze van vonva a csapat és az egyéni kvalifikáció. Uh, hát most egyéni kvalifikációban kijutó helyen állok jelenleg, de biztos, hogy nyilván csak amikor lezárul a, 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 szezon, akkor lehet mondani, mert nálunk verseny, egy, egyetlen versenyről nem lehet kvótát szerezni, tehát amikor le, lezárul a kvalifikáció, a világranglistát nézik meg, és ez alapján megy, megy, a kvóta szerzés. Most a világranglistán kijutó helyen állok, de még van hátra hat kvalifikációs versenyünk, ami nem kevés, de de ez, ennek a világbajnoki bronzéremnek ennek hihetetlen nagy szorzója van, nagyon sokat számított, és ez egy nagy lökést adott nekem, mm, úgyhogy, úgyhogy, most jelenleg tényleg nagyon jól állok, de, de ezt a jó formát ezt el kell menteni, és akkor szerintem semmi gond nem lesz a kijutással. Világos, hát akkor az általában, ha négybe vagy mindenhol, akkor hát, nyolcba vagy, négybe vagy, az már elég. Igen, igen, igazából talán már az se kell, uh -huh. szerintem 16-8 a kis de most már én szerintem, vagyis biztos vagyok benne, hogy nem úgy fogok elmenni egy versenyre, hogy megelégszem a 16. helyjel, most már a negyed döntők lesznek a célok és a, és a döntők. Na most, ahogy ezt már említettük, kar, női kardban egyéni és csapatverseny is van a következő olimpián, milyen esélyed, esélyetek lehet, mi lehet a célkitűzés? A csapatunk sajnos nem áll annyira jól, mert az Európai és a világbajnokságon is nem sikerült a a négyes döntőbe bekerülnünk. Hát megpróbáljuk azért a lehetetlen, megpróbáljuk jözni munkból a maximumot a, a, csapatversenyeken, de, de nagyon kicsi a valószínűség, hogy ez sikerül, de, de azért megpróbáljuk tényleg a legjobbat kihozni az összes versenyből, és, és megszorongatni a, a jó ellenfeleket is. Az egyéni kvalifikációra, meg szerintem most már tényleg elég jó esélyem van, de, de nem szabad kiengedni, mert még tényleg sok verseny van a hátra, úgyhogy most már elkezdtük, vége van a nyárnak, elkezdtük mi is a felkészülést az új szezonra, a hátralévő versenyekre, és, és igyekszem minél jobb lenni. Így legyen. Jó munkát, meg jó versenyzésnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.